Karcsú alakú és aranyszínű. Ez a csodálatos kínai különlegesség, a lopútök. De vajon mire használják? Mindjárt megtudják. Történelmi adatok szerint a lopútököt Kínában legalább 7000 éve termesztik. Zölden zöldségként ehető, friss, ropogós az íze. Miután megérett, napon kiszárították, és víz vagy likőr tartóként használták az ókori kínaiak. Mivel kínaiul a lopútök neve hasonlóan hangzik, mint az, hogy jó szerencse és sok jövedelem, illetve sok a magja is, ezért sok leszármazott, sok szerencse jelentése lett a lopútöknek, és a boldogság jelképévé vált. Feldolgozás után a lopútök aranyszínű lesz, márpedig ez nagyon népszerű szín. A kisebb lopútököt kézben tartják, úgy játszanak vele, a nagyobbakat pedig a szobában függesztik fel, és varázserőt, jó szerencsét tulajdonítanak nekik, de jelképezhetik a család boldogságát és jó szerencséjét is. Az idők folyamán lopútökből egyre több dísztárgyat kezdtek készíteni, kifestése és feldolgozási technikája is egyre kifinomultabb lett. Égetéssel képeket készítenek a lopútök felszínén, ami nagy technikai ügyességet igényel. A kézművesseknek jól kell kontrollálni a hőmérsékletet és az alkalmazott erőt. Ugyanakkor magukban előre mindent meg kell tervezniük a képek elkészítéséhez. A kézkép a világosabb és sötétebb színek miatt háromdimenziósnak tűnik, hasonlít a barna színű vázlathoz vagy litográfiához. A lopútök faragás a kézművesek tökéletes és stabil faragását, illetve megfelelő erejét igényli, hogy késsel üreges mintát vagy domborművet készítsenek a lopútökön. Így készítve lesz tökéletes a lopútök műtárgy. A lopútök préselés során akhátból, acélból, jádéből vagy más anyagból készített speciális kést nyomnak a lopútökre. Így készítenek lapos dombornyomást, amivel háromdimenziós hatást érnek el, miközben nem sértik fel a lopútök héját. A lopútök préselés egyszerű, természetes technika, egy kis tárgyból is elegáns művet hozhat létre. A kézművesek ügyes keze által egy sima lopótökből gyönyörű műtárgy lesz, és így már nem csak jó jelentést hordoz, hanem művészi értékkel is rendelkezik. Az évtizedeken, sőt akár 100 éven át kézben görgetett lopútök színe egyre sötétebb lesz, egyre komolyabb lesz a szépsége. Egy szép lopútök magas áron értékesíthető, ezért növényből lett kincsnek is nevezik.